Az angol tanárok nemzetközi egyesületének magyarországi szervezete minden év őszén más hazai városban tartja éves konferenciáját. A 25 évvel ezelőtti alapításról megemlékezve, a konferenciáknak helyszínt adó városokban egy-egy fát ültetnek, hogy ezzel is kihangsúlyozzák a fogadó intézményekkel kialakított jó kapcsolatot. 25 éves az Angol Tanárok Nemzetközi Egyesülete, 1990-ben alakultunk, és azóta minden évben konferenciánk van. Veszprémben az egyetlen város, ahol már háromszor tartottuk a konferenciánkat, annyira kellemes ide visszajönni. A legutolsó konferenciánk is itt volt, 2014-ben, és most úgy döntöttünk, hogy úgy ünnepeljük meg az évfordulónkat, hogy minden olyan városban, ahol valaha konferenciá volt az angol tanároknak, ültetünk egy fát. Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézete pont 25 éve alakult szintén, és azóta számos vezetője volt az egyesületünk vezetője is. Az egyetem részéről Szent Györgyi Szilárd, az Angol-Amerikai Intézet vezetője látta el a házigazda szerepét. Az Angol-Amerikai Intézetnek és a Pannon Egyetemnek nagyon fontos volt a felültetés, azon egyszerű oknál fogva, hogy az Angol Tanárok Magyarországi Szervezete, az IOTF Hungary részéről lesz egyrészt egyfajta elismerés, elismerése annak a 25 éves munkának, amelyet az Angol-Amerikai Intézet munkatársai, a nálunk diplomát szerzett diákok végeztek eddig, és remélhetőleg végeznek majd a továbbiakban is. Az IOTF Hungary szervezete igen-igen sokat tett azért, hogy a veszprémi angolos képzések fölkerüljenek a magyarországi angol képzésnek a térképére, tehát ez egyfajta elismerés a szakma részéről is. Másrészt nagyon komoly szakmai kapcsolatok fűződtek kollégák között, az IOTF Hungary keretében működő kollégák és az intézet munkatársai között. Ahogy az elhangzott a beszédekben, nagyon sok volt jelenlegi kollégánk, volt és jelenlegi diákunk, igen aktív tevékenységet fejt ki a szervezetnek a kereteiben. És ahogy ezt elnök asszony Nóra is elmondta, Veszprém az egyetlen helyszín, amely Budapesten kívül három konferenciának adhatott otthont. Azt gondolom, hogy ez minden élékesebben beszél arról, hogy mennyire sokat jelent legalább ennek a régiónak, de országos szinten is az a fajta szakmai tevékenység, ami Veszprémben folyik. Tavaly óta az IOTF elnökségi tagja Katona László, aki sok éven át tanított a Pannon Egyetemen is. Azért nagyon fontos számomra a veszprémi helyszín, mert én itt ismertem meg az IOTF Hungary-t. Először Porr Zoltán tanár úr munkássága kapcsán, majd pedig tavaly a 2014-es konferencia szervező bizottságával sikerült együtt dolgoznunk, és a közös munkának az lett az eredménye, hogy én is bekerültem az IOTF Hungary elnökségébe tagként. És a bizottságon belül én a dráma és a színjátszás területekért felelek, és így az Országos Angol Nyelvű Dráma Fesztivál, amit itt már Veszprémben jó pár éve megszervezünk, így sokkal nagyobb publicitást nyerhet, sokkal több emberhez, angol tanárhoz eljut az üzenetünk. És ezért gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a mai esemény, hogy itt Veszprémben is ültettünk egy fát a konferencia emlékére, a közös munka emlékére, és hát arra, hogy még mi jöhet a jövőben, mi vár ránk a jövőben. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar korábbi kiváló oktatója Porr Zoltán 2005 és 2008 között volt az Angol Tanárok Nemzetközi Egyesületének magyarországi elnöke. A Pannon Egyetem nyelvoktatása és az angol tanárképzése országosan és nemzetközileg is mindig elismert volt. Ennek egyik jele az, hogy az Angol Tanárok Nemzetközi Egyesületének magyar szervezete, az IOTF Hungary háromszor tartotta itt éves konferenciáját, és több bizottsági tagot is adott az országos szervezetnek. Németné Hock Ildikó már egy 1993-as IOTF konferencián is részt vett, ahol a népszerű tankönyvíróval, Raymond Murphyvel is beszélgethetett. Tanárnő a szervezet fontosságát hangsúlyozta. Sokan nem is nagyon hallottak róla, ugye, hogy IOTF milyen jellegű szervezet, nyilván a hétköznapi ember nem, de azért az oktatásban, meg közösképpen az angol tanításban nagy neve van a szervezetnek, lévő nemzetközi szervezet. Nagyon örülök, hogy Veszprémbe került ez végre, mert konferenciát már tartottunk jó párat, azért is mondom, tartottunk majd részben, mint a Veszprém Egyetem oktatója. És ugye én, mint aki angol tanárképzéssel is foglalkozom az egyetemen, úgy gondolom, hogy most ez egy fajta rangot is jelent nekünk, hogy sikerült ez a faültetés itt ez alkalommal.